A SketchUp egy háromdimenziós tervezőprogram, amelyet általában valódi háromdimenziós beviteli eszköz nélkül használunk. Emiatt a program tervezőinek meg kellett oldani, hogy csak az egér segítségével könnyen és egyszerűen tudjunk navigálni a képernyőn. A navigációra szolgáló eszközök az eszköztár alján találhatók. Itt ezeket fogjuk most sorba venni. Általános jellemzőjük, hogy a beállításoktól függetlenül mindegyik úgy működik, hogy az eszköz kiválasztása után először kattintunk és nyomva tartjuk a bal gombot, majd amíg nyomva tartjuk, addig kifejti a hatását, és felengedés után pedig abba hagyja a nézet változtatását. Próbáljuk is ki, az első legyen ez az orbit vagy keringés eszköz, ez a képernyő középpontja körül fogja elforgatni a nézetet. Tehát bárhol a képernyőn kattintjuk és tartsuk lenyomva a bal egérgombot, majd mozgassuk az egeret, és látható, hogy attól függően, hogy merre mozgatom az egeret, attól függően változik a nézet. Ezt úgy kell elképzelni, minthogyha egy gömbben lenne benne az, amit most látunk, és a gömb egy pontját megfogom, és a gömb középpontja körül forgatnám a gömböt. A második leggyakrabban használt navigációs eszköz, ez a kézikonnal jelzett pen, vagy eltolás eszköz. Próbáljuk ki, bal kattintás és lenyomva tartás után mozgassuk az egeret, és látszik, hogy a nézetünk nem elfordul, hanem mint egy elcsúszik előttünk. Ugyanez működik természetesen függőlegesen is. A harmadik fontos navigációs eszköz pedig a nagyítás. Itt ez a nagyító ikon vezérli, rákattintunk, és utána bárhol lenyomjuk a bal gombot és nyomva tartjuk, utána ha fölfelé mozdítjuk az egeret, akkor nagyítunk a képernyő középpontja felé, ha pedig lefelé mozgatjuk az egeret, akkor távolodunk a képernyő középpontjától. Az eszköztárban még három ikon található. Az alsó kettővel hátra, illetve előre léphetünk az általunk alkalmazott nézetek között. Az utolsó eszköz a navigációs palettán, ez a négyágú nyíllal jelzett nagyító, ez a modellünk teljes terjedelmére nagyít rá. Ez különösen akkor hasznos, amikor valamilyen navigációs hiba miatt eltévedtünk, nem találjuk az objektumainkat, vagy túlságosan ránagyítottunk. Ilyenkor csak meg kell nyomni ezt a nagyítást a teljes terjedelemre, és látszik, hogy az addig megrajzolt modellünk teljes terjedelmében látható lesz. Természetesen elég nehézkessé tenni a navigációt, hogyha folyamatosan az eszköztáron található ikonokra kéne kattingatnunk, ezért az egér gombjaihoz a legtöbb eszközt hozzárendelték. A keringést a görgő benyomásával és nyomvatartásával érhetjük el. A nagyítást a görgő előre, illetve hátra görgetésével irányíthatjuk, az eltolást pedig a shift billentyű nyomvatartása mellett a görgő lenyomásával és nyomvatartásával használhatjuk. Ha valamelyik navigációs eszköz éppen aktív, és ez igaz akkor is, hogyha például a görgőt nyomva tartom, és jelen esetben megjelenik a keringés eszköz, egyébként pedig például, ha ki van választva a nagyító eszköz, akkor a jobb gombbal kattintva egy helyi menü ugrik föl. Ez igaz általában mindig a jobb gombra, hogy ennek segítségével érhetjük el a helyi menüket. És ebben az esetben
a navigációhoz tartozó helyi menüt láthatjuk, ki tudunk lépni a navigációból, kiválaszthatjuk az egyes navigációs eszközöket, és akár itt lehetőségünk van a teljes nézetre nagyítani is. A helyi menüből egy bárhol azon kívül történő bal gombos kattintással léphetünk ki. Még itt a navigációnál érdemes megismerkednünk a programban leggyakrabban használt eszközzel, ez pedig az eszköztár legtetején bal oldalt található kiválasztás eszköz. Ezt az eszközt a Space billentyű megnyomásával is elérhetjük. Ennek segítségével tudunk objektumokat kiválasztani. A kiválasztás legegyszerűbb módja, ha az objektumra közvetlenül rákattintunk. Látszik, hogy a program kéken kiemeli az objektum körvonalait, valamint a befoglaló téglalapját is megjeleníti. Innen tudható, hogy sikeresen kiválasztottuk az objektumot. Ha szeretnénk a kiválasztást megszüntetni, akkor csak annyit kell tennünk, hogy az objektumon kívül valahol a rajztérbe kattintunk. Látható, hogy eltűnt a kék körvonal, és így a kiválasztás is. A kijelölést megtehetjük bekeretezéssel is, ekkor a bal gomb megnyomása és nyomvatartása mellett egy keretet rajzolunk az egérrel. Ha ezt a keretet úgy rajzoljuk meg, hogy az objektumtól jobbra van az első pontja, és az objektumtól balra a második, úgyhogy az objektumnak akár csak egy kis része is az ablakon belül található, akkor a teljes objektumot kiválasztja ez a módszer. Ha fordítva járunk el, és balról jobbra kezdjük el rajzolni a keretet, akkor ha csak az objektum egy kis része kerül a keretbe, akkor nem történik kiválasztás. Viszont ha az objektum egésze a kereten belülre kerül, akkor az objektumot kiválasztottuk.